Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, szeretnénk hálát adni a te gyógyító kezedért. Köszönjük mindazt, amit már letehettünk az életünk során a te kezedbe. Azokat a gondokat, azokat a félelmeket, aggodalmakat, amellyel mi magunk nem tudtunk megbirkózni a magunk erejével. Köszönjük, Urunk, hogyha ott van a te kezedben a múltunk. És áldunk téged azért, ha a jelenben is a te kezedben éljük meg a napjainkat. De különösképpen szeretnénk hálát adni azért, ha már a jövőnket is a te kezedbe tehettük le. Ha már nem mi akarjuk megoldani, mi akarunk mindent a magunk erejével, a magunk eszével kézben tartani, hanem átengedtük neked. Légy ezért áldott. És hadd áldjunk téged azért, Uram, hogy ma is készítettél üzenetet a mi számunkra. És szeretnénk kérni, Uram, hogy az ige magva hadd hújjon új szívbe. Olyan szívbe, amely fogadóképes, amely kész neked engedni, amely már nem ragaszkodik a magáéhoz, de ragaszkodik te hozzád. Urunk, köszönjük, hogy jöhetünk, és te fogadsz minket. Hadd halljuk ma meg a te hívásodat, és adj erőt, Uram, igent mondani rá. Amen. Isten igét a Lukács evangélium a 14. részéből olvasom, a 15. verstől a 24. versig. Az igét és annak üzenetét leülve és figyelemmel hallgassuk meg. A megnevezett helyről így szól hozzánk Isten igéje. Amikor meghallotta ezt az egyik asztaltársa, azt mondta neki: boldog az, aki kenyeret eszik az Isten országában. Ő pedig így válaszolt: egy ember nagy vacsorát készített, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy mondja meg a meghívottaknak: gyertek, mert már minden kész. De azok sorra mentegetőzni kezdtek. Az első azt mondta neki: szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat kipróbáljam. Kérlek, ments ki engem. Ismét egy másik pedig azt mondta: feleséget vettem, és azért nem mehetek. Visszatért a szolga, és jelentette ezeket urának. Akkor megharagudott a ház ura, és azt mondta szolgájának: menj ki hamar a város tereire és utcáira, és a szegényeket, csonkabonkákat, vakokat és sántákat hozd ide. És a szolga azt mondta: uram, meglett, amint megparancsoltad, és mégis van hely. Akkor azt mondta az úr a szolgának: menj ki az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljen az én házam. Mert mondom nektek, hogy senki a meghívottak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Örök kérdés, hogy ki lesz ott Isten országában, és ki nem. A jó hír, hogy az Úr nem azt üzeni ma este a mi számunkra, hogy ezt majd mi eldöntjük egymásról, de mégis ad az Úr támpontot és segítséget abban, hogy világossá váljon számunkra az, hogy ki lesz ott, és kik nem lesznek ott. És ez a történet, amit itt Jézus elmond, egy félreértést oszlat el, egy helyreigazító történet, mert eloszlott egy olyan félreértést, amiben abban a korban éltek a zsidók. Jézus egy vacsorán van egy asztaltársaságnál, amikor megszólal valaki, és azt mondja,
Boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. A Jézus idejében azt hitték a zsidók, hogy mindenki, aki zsidónak született, ott lesz az Isten országában. Automatikusan. Aki beleszületett a választott nép közé, az megy az Isten országába. És onnan őket senki ki nem zárhatja, mert ők a választott nép. És ebből ábrándítja ki Jézus őket, hogy attól, hogy valaki zsidónak született, egyáltalán nem biztos, hogy ott lesz Isten országában. És az a baj, testvérek, ezzel, hogy ez a tévhit azóta nagyon sok nemzedéken át él, sokszor bennünk is. Él olyan emberek szívében, akik azt gondolják, hogy ha én vallásos szülők gyermeke vagyok, és beleszülettem egy vallásos környezetbe, akkor egyértelmű, hogy én ott leszek Isten országába, mert nyilván az, akinek semmi köze nincs az Istenhez, meg pogány, meg távol él az Istentől, az nem olyan, mint én sokkal jobb vagyok, és ezért én biztos, hogy ott leszek Isten országában. Aztán szokta ámítani a gonosz az embert azzal, hogy ha még vannak olyan dolgok, amiket te gyakorolsz a te vallásodban, akkor aztán végképp ott leszel Isten országában. Aztán azt is hitték a zsidók, hogy aki nem zsidó, az nem üdvözül. Ezt ők eldöntötték, hogy aki nem a választott nép tagja, annak nem lesz semmi keresni valója az Isten országában. És erre válaszol Jézus, és mondja el ezt a történetet, és azt mondja, hogy a gazda egy nagy vacsorát készített, és azt olvastam az igéből, és sokakat meghívott. Egy nagyon fontos részlete van itt az igének, ami felett nem szabad nekünk átsiklani. Nem hívott meg mindenkit. De sokakat igen. Azt a döntést hozta a gazda, hogy én sokakkal akarom együtt tölteni az időt. Én sokakat szeretnék meghívni az asztalomhoz. És az arról szólt, testvérek, hogy ezért kellene megbecsülni azt, amikor Isten hív. Ha ott vagyok a sokak közt. Vagy azok közé tartozhatom, akiket meghív az Úr. Akinek meghallom a hívását, amikor szeretne magához hívni. Hogy megértsük ezt a történetet, hadd mondjak el egy kis történelmi hátteret. És mindjárt sokkal jobban fogjuk érteni, miről beszél Jézus. A Jézus idejében, ha valakit meghívtak egy vendégségbe, három meghívót kapott. Háromszor küldte el a gazda a szolgáját hozzá. Az első meghívás az arról szólt, hogy megkérdezték, hogy ha lesz egy vendégség, el tud-e jönni. Itt nem mondtak semmilyen időpontot, csak ez azért tette meg mindig a gazda, hogy tudja, hogy hány emberre számítson. Akik igent mondtak, akkor elkezdett készülni a gazda, és tudta, hogy körülbelül hány ember lesz ott. És ezek jelezték, hogy jönnek, vagy nem. Aztán a meghívottak nem tudták a dátumot, csak a vendégség napján, amikor már elkészített mindent a gazda. A második meghívás az volt, amikor elmondták az időpontot, hogy melyik napon lesz. Hogy készüljenek arra a napra, hogy ők a gazdánál vendégségben lesznek. És a harmadik meghívás az már arról szólt, amikor mindent elkészített a gazda, és megmondta az időpontot, hogy most gyertek. Ha figyelmesen hallgattuk az igét, éppen ez a harmadik meghívás hangzott el, mert azt üzeni a gazda a szolgákkal, hogy gyertek, mert már minden kész van. Ez a meghívás arra a napra szólt. Kiknek? Ez már azoknak szólt, akik igent mondtak. Akik elfogadták a gazdának a meghívását, és erre igent mondtak.
És amikor jön a szolga és mondja, hogy gyertek, mert immár minden kész, akkor azt olvastam az igéből, de azok sorra mentegetőzni kezdtek. Ez egy megalázott és becsapott gazda története, akinek korábban sorra igent mondtak a meghívottak. És úgy gondolták, hogy megtehetik ezzel a gazdával azt, hogy te nyugodtan készülj, nyugodtan fáradj, nyugodtan szánd rá a te javaidat arra, hogy minket vendégül látsz, de nem megyünk el. És nemet mondtak. És nem csak, hogy nemet mondtak, hanem azok, akik korábban elköteleződtek a gazda mellett, ők róluk azt írja az ige, hogy mentegetőztek. Úgy megütötte a szememet ez a szó többször is, hogy mentegetőztek. Vajon nem tudták, hogy lesz vendégség? De igen. Vajon nem voltak tudatában annak, hogy van egy meghívásom, és én igen mondtam rá? De igen. És nem csak, hogy mentegetőztek, hanem kétszer is írja az ige, hogy azt mondták a szolgának, mikor átadta a meghívást, hogy ments ki minket. Te ments ki minket. Annyi bátorságom nincs, hogy odaálljak a gazda elé, te ments ki. És én ezen elgondolkoztam, hogyha én azzal foglalkoznék lelkészként, hogy azokat, akiket Isten hív az ő országába, akkor nagyon profin, vallásos módon mentegetném, én lennék a környék leggazdagabb embere. De nem estem kísértésbe, de aztán végig gondoltam, hogy nagyon sok vallásban, és én most itt nem szeretnék felsorolást tartani, egyik fő foglalkozás, hogy mentegetik azokat, akiket Isten szeretne ott látni az ő vacsoráján. Mentegetik azokat, akik nem akarnak ott lenni, akik elutasítják az Isten meghívását. És testvérek, azért szörnyű dolog a mentegetőzés, mert ez nálunk is egy megszokott dolog. Mert itt már az alól mentegetőznek ezek az emberek, amikor a gazda személyesen akar velük találkozni. Eddig nem találkozott. Amikor már szeretne leülni velük egy asztalhoz, közösségbe lenni velük, ők már ezt utasítják el, és ez alól kérik a kimentést. Nem azzal volt bajuk, hogy van ismerettségem a gazdával, és nagyon sok vallásban és nagyon sok felekezetben senkinek nincs ezzel baja. Szeretnék tudni egy jó Istenről, aki vár engem az ő országába. A baj akkor jön, mikor kellene vele személyesen találkozni. Menj ki! És ugye milyen szomorú az, amikor vannak előre legyártott kifogásaink, miért nem jövök találkozni az Úrral? Miért van most valami más dolgom? És számomra az is nagyon különös volt az igéből, amilyen kifogások hangzottak el. Földet vettem, ki kell mennem megnézni, menj ki engem. Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Feleséget vettem, azért nem tudok elmenni. Olyan dolgok, amiket Isten ad meg nekünk. Amihez Isten segít hozzá. Az ő áldása, az ő ajándéka, és ezek válnak kifogásokká, és ebben keressük a mentségünket. Mondok egy egyszerű példát, nem sértésként mondom. Sokat szoktunk imádkozni azért, hogy Istenem adj erőt. Mihez kell az erő? Ahhoz, hogy végezhessük a munkánkat, a dolgunkat. Isten szeretne velünk találkozni. Miért nem találkozom vele? Mert dolgom van. Nem engedte a munkám, nem érkeztem. Hát de kiadta a munkát.
És mi ugyanígy használjuk ezeket a dolgokat, hogy Uram, értsd meg, hogy amit adtál, az nekem pont jó arra, hogy kifogás legyen, hogy ne találkozzam veled. Nem egy édesanyától hallottam azt, hogy fiatal még a gyermeke, még nem kell neki annyira ez. Hadd éljen még, ne találkozzon az Úrral. Kiadta a fiatalságát. Magát, a gyermeket kiadta. És ugyanezt eljátsza az ember, mikor középkorú, amikor megvan az ideje az építésnek, a vagyonszerzésnek, a munkának, mindennek ideje van, és pont az Istenre nincs idő. Menj ki engem! Testvérek, nagyon sok embernek van egy ilyen elvárása felé, meg sokszor a lelkészek felé. Menj már ki valahogy az Istennél. Mondjál már valami jót, amit én is megnyugszok, meg az Isten is békén hagy. Mit lehet erre mondani? Tedd a dolgot. Maradj távol az Istentől. Miért van ezzel baj, testvérek? Azért van ezzel baj, mert itt az Istennel való közösség van elutasítva. Nem a meghívás. Nem. Mondok gyakorlatibb dolgokat az életünkben. Amikor például szülők odaállnak és tesznek egy keresztségi fogadalmat a gyermekükről. Ez egy meghívása Istennek, mert ott megfogadjuk, ha majd a gyerek felnő, úgy fogom nevelni, úgy fogom neveltetni, hogy majd ő önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ez egy meghívó. Amire azt mondom, hogy igen, Uram, így lesz, eljön az idő, találkozik veled. Aztán jön a konfirmáció. Egyházamnak holtig hűséges tagja, Jézus Krisztus követője leszek. Még egyszer igen mondom. Aztán, amikor eljön az ideje, hogy találkozni kellene személyesen Krisztussal, akkor jön a mentegetőzés. Nincs idő. Van bajunk az ismerettséggel? Nincs. Olyan jó ismerni az Istent. Olyan jó tudni, hogy ő mire képes. Olyan jó tudni azt, hogy vár rám, meg szeret, meg törődik velem, meg gondoskodik rólam. Mégis nagyon sokszor a vele való találkozás a legkritikusabb pont az életünkben. Miért? Mert tudjuk, hogy ott szemtől szembe leszünk vele. Ott meg fog szólítani. Ott lehet, hogy kérdez tőlem valamit. És testvérek, ezért van az, hogy nagyon sok ember kerüli az Istennel való találkozást. Ma nagyon sok ember sokkal inkább ragaszkodik az egyháztagsági kiskönyvéhez, mint Krisztushoz. Az többet ér. Nem tudom, hova lehet vele menni, de többet ér. Még nyugdíjas kedvezmény se jár rá. De többet ér. Mert el leszek temetve, meg lesz esküvő, meg minden lesz. De többet ér, mint a Krisztussal való találkozás. Miért? Azért, testvérek, mert a mentegetőzésben élünk. És hadd kérdezzem meg ma este, hogy mik a te mentségeid? Mik azok a dolgok, amiket előre leszoktunk gyártani, és azt mondjuk, hogy majd ezt fogom mondani, hogyha menni kell, vagy komolyabbra kell venni a találkozást. Annyi mindent megpróbálunk mi. Amikor evangelizációk voltak szervezve, akkor hívogattunk, átadtuk a személyes meghívókat. Többen lettünk? Dehogy lettünk. Akkor menjünk el személyesen, keressünk meg embereket. Azóta sincs hely a templomban. Nem? Miért? Mert van mentség, van kifogás. Van mentegetőzés. És testvérek, az az ember, aki a mentegetőzésében él, az nincs ingyen. Nincs ingyen.
És én azt értettem meg ebből az ige szakaszból, hogy a mentegetőzés egy nagyon-nagyon drága dolog. Azért drága dolog, mert úgy folytatódik az ige, hogy és a gazda megharagudott. És ezt a mentegetőző ember nem akarja elhinni. Ma nagyon sok felekezet nem beszél a haragló Istenről, akit becsap az ember. Hogy igent mondok többször, de amikor ott kell lennem, nem vagyok ott. És ennek az a következménye, így együtt a becsapásnak, meg a mentegetőzésnek, hogy ez magával vonja az Isten haragját. És nagyon sokszor mi ezzel nem szeretnénk szembesülni, ezt szeretnénk elkerülni. Uram, engedd meg, hogy legyek mentegetőző ember. Hívogass! Lesz még alkalom? Hívjál meg, Uram! Én majd kimentem magam, vagy valaki kiment. De ne haragudj már meg rám. Jézus itt nagyon sok mindent elárul arról, hogy Isten hogy viszonyul az ilyen emberhez. És ezekről nem szoktak prédikációk elhangzani, csak nagyon ritkán. Azt mondja, maga Jézus és a gazda megharagudott. Megharagudott. És testvérek, nagyon sokszor mi szemlélünk helyzeteket, élethelyzeteket, családokat, állapotokat, amit mi szoktunk minősíteni. Jó vagy nem jó, meg hogy lenne jobb, ezt szoktuk elmondani. Csak azt nem szoktuk elmondani, hogy vannak dolgok, amik magával vonják az Isten haragját. És azért különös ez a történet, mert akkor haragudott meg a gazda, amikor nem mentek el a meghívottak. Nekik áldást készített, a vele való közösség áldását készítette el, és ők ezt utasították el. És ennek a következménye lett, hogy az áldás helyett részesültek a gazda haragjában. Hogyan? Úgy, hogy a gazda itt nem áll meg, hanem mondja tovább a parancsot. Azt a parancsot, hogy menjetek ki, és hívjátok be a nyomorékokat, hívjátok be a sántákat, a szegényeket, a vakokat. Azoknak az embereknek, akik hallgatták Jézust, ez egy nagyon megdöbbentő dolog volt. Azért, mert a zsidók azt tartották, hogy aki fogyatékos, aki nem épp, annak nincsen helye az Isten országában, és ők ebből leszűrték azt, hogy akkor Isten tiszteletre se járjanak. És nem is engedték be őket a zsinagógába. És úgy tartották, hogy ezek nem lesznek ott Isten országában. Azt mondja Jézus, ott lesznek. Tudjátok mit? Ott lesznek. Ott lesznek. Ők abban az álomvilágban éltek, hogy ott leszünk a mennyben, de a földön elutasítjuk Krisztust. Ma nagyon sok ember él ebben. Jézus, maradj távol, majd ott találkozunk. És Jézus pont azt mondja el ebben a történetben, hogy ha mi itt nem találkozunk, mi ott se fogunk. Nem fogunk. És testvérek, ez a mentegetőzésnek az ára. Hogy amikor az ember mentegetőzik, és nem akar személyesen találkozni Jézus Krisztussal, akkor annak az a fizetsége, hogy önmagát kizárja az Isten országából. Önmagát. Nem azt mondja Jézus, hogy én zártam ki. Hát el sem mentek. Ők magukat zárták ki. Ez a mentegetőzés ára. Hogy nem leszel ott. És mindegy, hogy milyen hitben, vagy milyen reménységben élem a napjaimat, hogy miről álmodozom, hogy mégiscsak ott leszek, meg ki tudja. Én egyébként arra jöttem rá, hogy amikor azt mondjuk, hogy majd a jó atyám eldönti, az arról szól, hogy én nem tudom,
most nincs kedvem, nem akarom, ne szóljon az Úr, ne keressen, de azért jó lenne ott találkozni. Na pont erre mondja Jézus, hogy nem fogunk. Nem fogunk. És amikor ezek az emberek bezárják maguk előtt a lehetőséget, hogy ne vesszen kárba az, amit a gazda elkészített, azt mondja, menjetek ki az utakra. Szedjétek össze azokat, akiket semmiben néztek. Akiket nem tartottak méltónak az Isten országára. Akikről lemondtak, akikkel lekezelően bántak. Ők hadd jöjjenek az asztalomhoz. És mond itt egy nagyon különös dolgot, azt mondja Jézus, hozzátok be őket. Kik ezek? Akik, ha meghívót kapnának, nem lenne erejük eljönni. De nincs. Meg képtelenek rá. Azt mondja a gazda, én ilyenekkel akarom megtölteni az én házamat. Hozzátok őket. Akik jöhettek volna önként a lábukon, de nem jöttek, azoknak a helyére hozzatok olyanokat, akik képtelenek jönni. Mert talán a bűnük, a nyomorúságuk, az életmódjuk, meg a sorozatos rossz döntéseik úgy leépítették őket, hogy erejük sincs jönni. Hozzátok őket. És voltak rá szolgák, akik hozták. Mert azt olvassuk tovább, és a szolga azt mondta az ő urának, meglett uram, de még mindig van hely. Meglett. Most menjetek a városon kívülre, és az országutakra. Azokhoz a népekhez, akik sose hallottak meghívást. És el fognak jönni az elsőre. Testvérek, mi ezért ülhetünk itt. Mert azok, akik hivatalosak voltak, akiket meghívott az Úr többször, akikkel szövetséget kötött a Sion lábánál, és ők elfogadták a szövetséget, utána kijelentette Keresztelő János által, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, és amikor meg Jézus eljött, és ott volt, akkor nem akartak vele találkozni. Mert elutasították, meg mentegetőztek. És a gazda, az Úr odafordult más népek felé, akik addig nem hallottak róla. És ezért fordult felénk, akik istentelenek voltunk, azok felé, a népek felé, akik soha nem hallották az Isten meghívását. És hadd kérdezzem meg ma este, talán ma este senki nincs itt, aki először van templomba, és senki nincs itt, aki soha ne hallotta volna az Isten hívását. Mi lett a mi meghívónkkal? Igen, mondtunk rá. Lett belőle Jézus Krisztussal való személyes találkozás? Ott ülsz az Isten asztalánál, aki táplál téged naponként az ő veled elével? Vagy üzentél az Istennek, hogy majd jövök, Uram? Mert ez a történet nem úgy záródik, hogy azok, akik utána kaptak meghívást, azok aztán már ki nem lesznek onnan zárva, hanem azt mondja, mert mondom nektek, senki a meghívottak közül nem kóstolja meg az én vacsorámat. Testvérek, ezért veszélyes dolog ígét hallgatni. Mert Isten nagyon sokszor csendben átad egy meghívót. Az a dolgom, hogy átadjam. És nagyon-nagyon sok múlik azon, az örök életünk múlik azon, hogy mi mit válaszolunk rá.
És nem elég azt mondani, hogy igen, Uram. Nem. Ott kell lenni. Hogy amikor magához hív az Úr, akkor ott legyek. És akinek itt közössége van Krisztussal, és naponként le tud ülni az ige asztalához, és táplálja az ő lelkét, annak lesz közössége odá. Nem kell kételkedni felőle. De az az ember, aki a kifogásaiban él és mentegetőzik, annak az lesz az ára, hogy nem lesz ott. És azt mondja Jézus, senki. Senki a mentegetőzők közül. Veszélyes mentegetőzés. Életveszélyes mentegetőzés. Örök életveszélyes mentegetőzés. Olyan jó lenne ezután másképp hallgatni az Isten szavát. Hogy amikor hív, és azt mondja, hogy most itt van az idő, akár a megtérésre, akár az újatkezdésre, a megújulásra, bűnöknek az elhagyására, a dolgok rendbetételére, akkor többet már nem mentegetőzünk, hanem mondjunk igent annak a szolgának, és vegyük tudomásul, hogy van hely, ami nekem van elkészítve, de azon nekem ott kell ülnem, oda el kell menni. És testvérek, csak az fog oda leülni, aki igent mond, és el is megy. Amen. Úr Jézus, ha ma este meg kellene számolni, hogy hány hívásra mondtunk már nemet, akkor talán nem tudnánk megmondani. Ha fel kellene sorolni a kifogásainkat, hányszor és hányféle módon mentegetőztünk az életünk során, akkor talán azt sem tudnánk felsorolni. Urunk, ilyenek vagyunk mi. És nagyon sokszor csodálkozunk azon, hogy jelen van a te haragod felettünk. Jelen van az a harag, ami áldatlan állapotokat idéz elő. Urunk, bocsáss meg ezért. És ha van még egy meghívásod, Uram, küld el nekünk, hogy mi hadd mondjunk rá igent. És hadd legyünk ott a te országodban. Hadd üljünk ott a te asztalodnál. És hadd legyünk részesei annak, amit te készítettél el. Urunk, értesd meg ma este velünk, hogy minden mentegetőzés oda fog vezetni, hogy semmiben nem lesz részünk, amit nekünk készítettél. De minden olyan rossz dologban lesz részünk, amit a gonosz készített el. Urunk, mi mindnyájan ülünk valamilyen asztaltársaságban. De láttasd meg ma este, hogy hol. És láttasd meg ma este velünk azt, Uram, hogy a te országodban csak az lesz ott, aki engedett a te hívásodnak. És elindult. Urunk, köszönjük, hogy ma is a te követésedre hívsz. Nem arra, hogy valamiféle vallásos álomvilágba éljünk, hogy bármit teszünk, mi úgyis ott leszünk a te országodba. Uram, őrizd meg attól, hogy milyen drága árat fizessünk a mentegetőzésért. És bocsáss meg, amikor mi ezt vártuk, hogy te értsd meg és fogadd el a mentegetőzést. Urunk, fogadjál minket. És mi pedig hadd engedjük el a mentegetőzést végérvényesen. És hadd legyünk azok, akik igen mondunk neked, a te szabadra, a te akaratodnak. Urunk, hallgass meg, kérünk minket, és halld meg a most csendben elmondott imáinkat is. Legyen meg, Urunk, a te akaratod. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen.